Köszöntöm a Hír rádió hallgatóit, a civilkört hallják a műsorvezető Gajdi Csottós. köszöntöm mai vendégeimet, Kötter Tamást, Tóth Szabolcsot és Kalmár Tibort. Szervusztok. Szervusztok. Szervusztok! Kezdjük azzal a bejelentéssel, ami az én idegrendszeremet fölborzolta a héten, de nagyon, de úgy vettem észre, hogy az Európai Unió, illetve a NATO más tagállamainak is erősen hogy is mondjam, csak nem, nem, nem jó szó szóval a meglepetés, döbbenetet okozott, azt hiszem, és mindenki igyekszik elhatárolódni. Macron kijelentéséről beszélek, miszerint nem ártana most már elgondolkodni azon, hogy katonákat is küldjenek, harcoló egységeket Ukrajnában. Na akkor mit, hogy fogadtátok a hírti? Nézzük meg először így. Nekem egyből a Bereményi Gézának van egy nagyon kitűnő filmje, az a című, hogy Tanítványok, és ott van egy jelenet, amikor az egyetemi oktató, aki a első világháborút megjárt, férfi felállítja a főszereplőt, Eperjes játsza, és, és e, mégis az a lényeg, hogy egy olyan, olyan, olyan kutatókörnek a tagja, ami, ami racionálisan akarja felépíteni az államot, és akkor a végén elsírja magát az oktató, és azt mondta, hogy megint bele fogtok vinni bennünket a háborúba, megint, mert ő megjárta uh -huh. valószínűleg Zolt, meg Piavét, meg a valószínűleg meg Piávét, meg az orosz frontot, és tudja, hogy miről beszél. És ö, nem tudom, hogy ö, Emmanuel Macronról azt kell tudni, hogy. Nem tudom, hogy Macron tudja-e, hogy miről beszél, de ö, 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 a francia barátaimat fölhívtam és beszéltem velük, és azt mondták, hogy ez nem egy elszólás volt, egy tudatosan felépített politikai kampánynak a része, mert pillanatok alatt a helyi sajtó, a jobb vagy baloldali jobb-közép sajtó azonnal átvette ezt a retorikát, és tovább tüzeli a francia közvéleményt. Két olvasata van a dolognak. Egyrészt a belső válságot, mint minden birodalom kifelé fogja exportálni. Ezt megcsinálták 1789 után a, a zsirondisták is, amikor Franciaország gazdasági válságba esett a, 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 kom, a, a zsirondista kormány alatt, és azonnal elkezdték exportálni a forradalmat először csak a Német Alföldre, aztán Itáliába, meg mindenhova, és akkor innen jön Napóleon. Pont. Kettő pedig olyan háborús sziózist hoztak létre Brüsszel központtal, de hát az egész nyugati magállamok, valamennyi nyugati magállam, ami, ami alól már nem tudja a vezetés kivonni magát, és csak menetel előre egyre mélyebb, mélyebb, és mélyebb konfliktusba. Egyébként nem mindenki határolta el magát, mert von der Leyen például, aki messianisztikus küldetéstudattal még rá is van megállt, van még rá is tett. Úgyhogy, úgy, és most olvasom a hírt, hogy Oroszország magas fokú készültségbe helyezte az atom, és elkezdte ide-oda mozgatni, a, a, tudják, a, a, hogy hol van. van arzenáját, tehát, tehát, a válasz ellen válasz, és a kedves nézők is át is adom a szót, gondoljanak bele a tanulmányaikba, hogy az első világháborúban ugyanígy kezdődött el a válasz ellen, válasz jegyzék, jegyzékváltás, és nem volt egy olyan fórum, akkor nem volt egy olyan fórum, a, erre hozt, aztán később létrehozták a népszövetséget, ahol ezt a konfliktust kitárgyalhatták volna. Most pedig nem engedik kitárgyalni. Van olyan fórum, de nem engedik kitárgyalni. Még az ukrán gen, tárgyaló gener, delegációt is felállították az angolok, a, a, a Boris Johnson nevű bohóc, kiment és közölte, hogy, 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 hogy harcoljanak, ameddig -e lehet, mert ők támogatják őket, és a végső győzelemig, és ezek a szerencsétlenek elhitték, vagy, el, vagy elhitték, vagy elhitették velük, vagy, 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 ezt is feltételezem az ukrán politikai elitről, bármit feltételezek zárójel bezárva, hogy annyira cinikusak, hogy tudták, hogy mit, mire vállalkoznak, de azt mondták, hogy akkor is végigcsináljuk, bármennyibe kerül. Hm. Kicsit Tamásra csatlakoznék rá a tekintetben, hogy én nekem is világháborús élményeim vannak, tehát az első világháború előtti 30-40 évet látom felgyorsított folyamatban a porosz és egyéb francia mozgásokat. Én egyetlen dologban bízom, és akkor próbálok itt egy kicsit a ördög ügyvédjének az ellentetje lenni, hogy ez most egyelőre makro részéről nem szól semmi másról, mint az, hogy választások lesznek, kell mozgósítani a, 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 francia népet, tehát hogy nem biztos, hogy ezt komolyan gondolta, és esetlegesen ebben csak gazdaság okok vannak, hogy ő a háborús gazdaságot vigyázzanak. Tamásnak közben akartam szólni, hogy azért itt van egy apró pici bökkenő, vagy nem is olyan pici. Hogy én azt még értem, hogy ő a gazdasági válságról, meg egyebekről alakult ki. Nem Tamás, el, is mondta, hogy menekül. Na, na de, ha ő beszáll, magával ránt egy csomó országot. Tehát ez. ez, ez, ez Nekem már egy kicsit több, mint... Hát felelőttes. azt gondolom, hogy ha a franciák beszállnak, vagy a britek beszállnak, akkor Európa szállt be. Az, hát, hogyha kezés. most Lettország, vagy nem tudom, bárki idézőben hát, megőrül a határokon, hát, fognak az beszállni, másik. hanem majd fölbiztatják a csatlósaikat, és azokat fogják lemészárolni. Hát nagyjából igen, mert igen, ők azért, nem... nézzünk rá a térképre, hol vannak ők, és hol vannak a lettek, litvánok, lengyelek, észtek, románok, magyarok, csehek, szlovákok, hol... Hát, igen. hát Két itt van különböző. nyilván, ha az ellenagresszornak az érdekeit nézzük, akkor ezeket az országokat fogják először megtámadni. Ugye nincs NATO főtitkár, tehát én azt gondolom, hogy az egész egyelőre még. még, mindig politikai, tessék? Még. Még, majd lesz egy kiváló holland szakember tekintetében. Tehát én nagyon bízom, hogy egy egyre ez politikáról szól, csak ez egy nagyon veszélyes érték, amit a Tamás is mondott, hiszen egyrészt mivel nincsen párbeszéd, tehát szerintem a második világháború és a 2022 között minden ellenség között volt egy titkos, vagy akár nem is feltétlenül titkos, amit mondtál Népszövetség, vagy ENSZ a körül meg lehetett beszélni konfliktusokat. Ma nincs meg ez a párbeszéd, ezért az oroszok nem tudják, hogy mit tegyenek közben. Ha én az orosz szemszögből nézem, és ebben semmi háborúpártiság nincs, akkor azt látja, hogy a másik oldalon töketlenség van. Tehát ha valamikor ők erőre kelhetnek, akkor ez az a pillanat, amikor azt mondják, hogy ja, megfenyegettetek, akkor jogos ellenvédelem érkezik, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes gyufa, amit rángatnak Macronék. Mondom, én egyben bízom, hogy ez arról szól, hogy EP parlamenti választás van, és egy kicsit a belső ügyekről tereli el a figyelmet. Engem a legjobban az zavar az egészben, hogy ezt az egész mocskosságot, aljasságot, valamiféle nagy, magas erkölcsi példestáról adják elő. Hát ezt láttuk. Hát, hogy meg kell már igen. segítenünk szegény, megtámadott Ukrajnát, holott egyáltalán nincs már Ukrajnászok kit érdekel. Na és akkor igen, itt fűznék rá, és vinném tovább a Tibinek a gondolatát. Ugye azt tudjuk, hogy a Macronnak az elnöki ciklusa lejár. Elég hamarosan, és én bízom benne, hogy ez egy nagyon ijesztő szenárió, amit felvázoltatok, de én bízom benne, hogy ő neki csak ez egy, akart egy nagyot mondani, Provokáció. E egy egy, egy át, olyan vannak. provokáció, igen, és akkor egy kicsit e csatlakozom hozzátok, hogy e mint hogyha egyre jobban erősödnének föl azok a hangok e a külföldi sajtóban is, hogy tulajdonképpen Ukrajna elveszítette már ezt a háborút, és percei órái vannak hátra, ezt próbálják politikailag ellensúlyozni, és ez, szerintem ez egy olyan bemondás, ami lehet, hogy valakinek kedvez, valakinek hitet adhat. Tehát ö, engem megnyugtatott, az a fajta elhatárolódás, uh -huh. ami, hát azt hiszem, a németek még nem határolódtak el, az még azért ez egy. Ha te annak tekintjük, akkor pláne az, az egy veszélyes dolog. Igen, Igen. de az, hogy Ursula mit mond, szerintem ő, ő, és majd beszélünk úgyis a, a, a továbbiakban a, a az LP ügyeiről, én szerintem ő, ő már egy nagyon bukott ő, politikus, és szerintem de ő, ő ezt csak nem politi... tudja mert ő újra akarja magát választani. Hát de hát elég a hazai baloldalt megnézni. Ők szerintem tudják, hogy bukott politikusok mégis mindig Kapálóznak. Tehát egy... szerint én ezt egy politikai kapálózásnak tudnám be. Ez egy iszonyatosan erős ö, ö, mondat, egy iszonyatosan erős fenyegető mondat. Én bízok benne valóan a lelkem, én, hogy ez csak egy ilyen puffancsunk be oda valamit, egy ilyen erős mondatot. És, és, akkor ezzel valakinek szívesen, tudunk Szívesen, kedvezni. szívesen azonosulnék Szabival, de még egyszer szeretném fölidézni, hogy így kezdődött Ebbe a igazad van. Ez Szállítási. az orosz hadisikereknek a függvény. Illetve egy nagyon fontos Tamás francia barátait említette. Én uh, orosz ismerősömet hívtam fel, és kérdeztem el, aki itt él Magyarországon uh, már hosszú évek óta. És január, február teljéken beszéltünk, tehát bőven a Macron uh, megnyilatkozás, meg újra megnyilatkozás előtt, uh, és ő azt mondta, hogy most érzi azt a pillanatot a belső Rossz kommunikációból, sajtóból, mindenből, hogy ő idéz, hogy ezek tényleg lehet, hogy képesek arra, hogy akár egész Európát megtámadják, mert olyan jeleket kaptak, ami alapján egy mozoghatnak, mert Európa még nincs kész arra, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy Macron most úgy próbálja Európát belerángatni egy háborúba, hogyha valóban ennek az a célja, hogy fegyverkezzenek, és majd három év múlva, öt év múlva egyelő felek harca legyen, az lehet, de most egy teljesen kőrített német haditár, a franciák szint úgy azért osztottak, vettek dolgokat, illetve egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy nagyon csúnya elszólás volt, szerint valójában már beavatkoztak a franciák és a britek is. Ugye azt kinyilatkozták, hogy gyakorlatilag azok a fegyverek, amit oda küldtek, azokat lehet, hogy egy brit katonai támaszpontról irányítják, vagy legalábbis a koordinákat adják meg. Tehát az is lehet, hogy már elkezdődött ez a világháború, csak nem tudunk róla, Én és majd a történészek ezt egyszer csak újraírják, ha lesznek még történészek. Ez most nem a utopisztikus történet. Én de próbáltam igen. egy ilyen pozitívabb végkicsengést adni ennek a témán. De te Jó, tehát én rettenetesen tartok ettől az egésztől, úgy, mint Tamás és Tibor, ugyanakkor nagyon szeretném, hogyha a Szabinak lenne igaza. Végül hát is, még, is mondhatjuk azt, szerintem, hogy az európai nagyállamoknak az lenne a történelmi tüldetése ebben a konfliktusban, nem hergelik a feleket, hanem közéjük állnak, mert Oroszország, én még mindig úgy látom, hogy kész lenne visszalépni a, 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 a globális rendszerbe, valamilyen szinten, nyilván már más feltételekkel, és ö, megóvni Ukrajna humán erőforrásait és, anyag, és másodszorban így van. anyagi erőforrásait a további pusztulástól. Így van, így van. Jó, lépjünk tovább, mert hogy ö, ha ezt ö, meg is ússzuk, akkor is van Európának éppen elég baja, és ö, az is felfoghatatlan, hogy ö, miért akarja tönkretenni a saját egyébként világszínvonalú és nem csak Európát eltartani képes mezőgazdaságát. Napról napra látjuk a híreket, hogy a gazdáknál teljesen betelt a pohár. Nem elégednek már meg az ígéretekkel, nem elégednek meg a látszatintézkedésekkel, nagyon határozott megváltoztatását kérik, mind a támogatáspolitikának, mind pedig ennek a zöldítésnek, meg mindennek, amivel tönkre akarják őket tenni. Hogy látjátok ennek az egésznek a, a végkimenetelét? Lassan vetni kell, ebben bízik állítólag az Unió ö, globális elitje, hogy úgyis is hazamennek szántani vetni. Hát két, két nagyon fontos szerintem megjegyzést kell tenni ehhez. Először is ez, egyelőre még egy ö... Ugyan olyan, mint a, ugyan, ugyanúgy, mint a sárga mellényes lázadás, ami két évig tartott, vagy több mint két évig. Ez egy középkori parasz lázadás, és nem megbántani akarom őket. Miért egy lázadás, egy egzisztenciális problémái miatti lázadás? És ebből akkor lesz valami, bármilyen lázadásból, vagy bármilyen mozgalomból, akkor lesz változás, hogyha abban a bal meg nem csak nemet tudnak mondani valamire, hanem igent és jövőt is tudnak felvázolni. Nemet mondok a jelenre, a jelen állapotaira, óhajtok egy jövőbeli állapotot, és elmondom, hogy mit tartok a jó életnek, vagy magyarul, mit tartok egy olyan számomra alkalmas társadalmi berendezkedésnek, ami Szent Ágoston szavaival a békét hozza el nekem, családomnak, a környezetemnek, tehát amit jónak tartok, a rendből áradó nyugalmat. És ezt nem tudják még a gazdák megfogalmazni, mert el vannak szigetelve a médiába, el vannak szigetelve a, 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 az, az, az entelektőlek nem állnak mellé, tehát nincs, nincs, nekik nincs, nincs, nincs ideológia. Ez egy nagyon rossz szó, tudom, már mindenkinek a fülén jön ki, meg már hogy gyűlöli, de nem tudják elmondani, hogy mit akarnak Ez az egyik. A másik, amit, a, akiknek a pusztulását most itt látjuk, az utolsó európai emberek. Ők az utolsó európai emberek, mert közvetlen viszonyban vannak Európával, a Földdel a jószággal, ami vasárnap is enni kér, szenteste is enni kér, meg augusztus 20-án is enni kér. És ennek a rétegnek, aki még nem tudja lecsukni a laptopját és elmenni Szingapurba, ha már tönkretette a környezetét, mint a bohém burzsúák, a bo bobók, egész Nyugat-Európába, akinek a legnagyobb problémája, hogy milyen tejet kap a kafélattébe, Neki, 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 ott van, ott kell maradnia, és ezt, ezt, ezt most kiírtják, ez a bekerítés, egy ilyen modern bekerítés, ilyen angliai bekerítés folyik, és majd Bill Gates, meg a hozzá hasonló, akik felvásárolták fél a középnyugatot az Egyesült Államokban, a termővidékeket, és, és Ukrajnát, mert Ukrajna az gyakorlatilag egy amerikai mezőgazdasági gy gyarmat. Igen, Meg Bocsánat, Dél-Amerikát. tegyük, A mai Meg... hír, hogy onnan hoznák a kiirtott őserdők helyén termelt gémmódosított kukoricát Európába. Majd, majd ezeket is föl fogják vásárolni, és akkor megszűnik az európai élelmiszerbiztonsága, kiírtották az utolsó arhaikus elemeket is Európából, és ostoba, bé... bár bocsánat, bélrapszolga tömegek fognak uh -huh. tengeni, lengeni a nagyvár a sokba. Ez, ez, lesz a vége. És Európa innentől kezdve tényleg nem lesz más, mint egy földrajzi fogalom, mert nem kapcsolunk, nem fog hozzá kapcsolódni semmi, de ezt majd egy másik témánál mondanám. A rendben. Annyira a Tamásra lehet tudni csatlakozni, szerintem már itt is nálad ottó civil körben többször elmondtam a saját kis könyvemben felhozott teóriáimat, illetve könyveimben itt a végső cseppet idézném. miszerint szerint ugyanezt érzem én is, hogy 100-120 éve ezelőtt elkezdődött egy urbanizáció, elkezdődött egy olyan folyamat, amivel tulajdonképpen az embereket úgy tették rabszolgálva, és úgy kötötték nem röghöz, hanem materiális javakhoz, hogy igazándiból ma, ha lekapcsoljuk az internetet, megőrülünk tőle, pedig mi történik. Ha bezárnak a boltok, akkor éjjel halunk, miközben 100 120 évvel ezelőtt egy 40 kilométerre a fővárostól élő embert sem különösebben érdekelt, hogy a nagyurak mind vitatkoznak idézi ebbe a parlamentben, hiszen megtermelte a saját családjának valót, és ő a saját kis mikrokörnyezetét irányította, és ahogy Tamás mondja, gyakorlatilag ezt az utolsó mencsvárat, a gazdákat próbálják meg kiirtani, hiszen ők még valamiért függetlenek, és egy kicsit, hogyha utópiát kéne még beletenni, akkor ugye ez nem másról szól, mint egy kicsit a gémódosított élelmiszereknek a non plusz útrájáról, a mesterséges húsról, amit mindenáról lány próbálnak erőltetni. Bizony, bizony. Bocsánat, hogy elvettem Szabitól a De... <laughs> pedig olyan szépen szeretem volna ezt kötni. Nyugodtan elmondhatja ő is a saját szavaival majd. Mert hogy gyakorlatilag itt érkezünk meg oda, ami bezárul a kör. Tehát eddig legalább valami pici háztáig el tudtam menni, ki tudtam kacsintani abból a vásárlói körből, ami felépült azzal, hogy én megérkeztem a városba, be, gyári munkás lettem, és a gyári munkás, a gyárnak a tulajdonosának a házát próbáltam bérelni, vagy megvenni, nem mondom most végig a körforgást. És hogyha ezt lezárjuk teljesen, hiszen szerintem az elmúlt húsz évben elindult azért egy olyan mozgalom, hogy próbáljunk meg vidékről tyukott kacsát mindent beszerezni, ha ez nem lesz, akkor, akkor tényleg az utolsó Picik is menekülés is van, és egyébként a hazai bobókat nem értem, akik rendszeresen szeretnek kiköltözni agglomerációba, meg leköltözni vidékre, akkor velük mi lesz? Segítsetek, kik azok a bobók? Én erről nem... Bohém burzsuák, úgy hívják Franciaországban. Ja, 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 oké, ez a... Értem, de a mert Az igazi, az Floridában veszi a negyedik ingat. Magyarországon, akik a káli medencét birtokba vették. Szerintem az már megvan a is. Nos, Szabi, akkor gyere Igen, a Igen, tehát én, én, én is így szerettem volna ráhúzni, hogy szerintem a gazdáknak a kivéreztetése az szerintem ilyen szempontból egy tudatos dolog, és tudatosan próbálják őket lehetetleníteni, mert hogyha megnézzétek, a legnagyobb milliárdosok, akár Bill Gates, hihetetlen komoly pénzeket fektetnek a műhús előállításában, ami egy ilyen abszolút ilyen science fictionnek tűnik nekünk, innen Magyarországról, de, de, de hihetetlen nagy lépéseket tesznek. az amerikai törvényeket módosították is már, hatalmas melszélességgel állnak, a demokraták tényleg milliárdosok emeli a biznisz mellé. És én szerintem csak erről szól, hogy, hogy azok, akik gazdagok, még gazdagabbak tudjanak lenni. Szépen a lobby tevékenységgel elkezdték, és szerintem valahogy egy ilyen Petricsésze az Európai Unió az amerikaiaknál. Tehát amit otthon nem feltétlenül akarnak vagy mernek megcsinálni, azt kellő erővel, elkezdik becsöpögtetni az Európai Unióba. Az keresztül. Hát most persze. Ez csak az író. Bárkin keresztül. Abszolút megpróbálják gyengíteni ugye az Európai Unió gazdaságát minden szempontból, akár a autógyártás, akár a mezőgazdaság, bármi. Igen, ott is van egy hatalmas amerikai lobby, ugye, ahogy elmondtátok ti is, a gémmódosított növényekkel szembe, Gabonával, ugye a Ukrajna legnagyobb része az már amerikai kézben van. Tehát, hogy amikor azt, arról beszélünk, hogy az ukrán gabon az már rég nem ukrán gabona. Egy amerikai az amerikai NGTS. gabona már okay. igen. Azt tehát, hittem, hogy... lefordulok a székről, amikor megtudtam, hogy ami nem amerikai cég, abban is az amerikai az francia, alapoknak, meg nem Persze, tudom, kiknek van a, a pénze. Hát meg az francia Tehát, akkor nem mondtad, hogy amerikai igen. nem, nem, igen. nem, nem igen. az egész. Persze, a, a, az egész, az, tehát szerintem ez egy ugyanolyan uh, gusztustalan lobby, ami, ami kontraproduktív, és, uh, és akkor egy kicsit vissza uh, kanyarod. A gazdákra, ugye? Itt valahol szerintem az asztalnál mindannyiunknak kezünk lábunk csúriba van, hogy talán júniusig még azért tartsanak ki. Tényleg egyre durvább képeket lehet látni, akár Brüsszelből. Brüsszel ángokban, tehát hogy gyakorlatilag feltekerednek. És egyébként érdekes, a mert amikor a franciák, a ugye, tehát elkezdték a németek, az valahogy olyan poroszos rendben zajlott, hogy hogy ott voltak, ott álltak, és tényleg ijesztő képek voltak. A franciák jöttek, az, az ott már hihetetlen hát volt. az utat a mély szántó. egyre, egyre, én, én, a TikTokon szoktam nézni ezeket, és hihetetlen. Tehát nagyon fontos az, amit a Tamás megjegyzett. És én úgy fogalmaznám meg, hogy, hogy nem állnak mellé azok, akik a történetet el tudnák mesélni. mert, azok, mert, mi mert, a tőke as Én, mi nem, 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 nem kell, hogy tudást érezzünk, mert mi kezdettől fogva ezt tesszük, vagy próbáljuk tenni, de, de akkor nyugaton ez ennyire életveszély megszólalni a Mindstreamtől eltérő véleménnyel? Azt gondolom, igen, egyébként Németországban készült egy felmérés, és egy újságírók, tehát a tematizáló, narráló hatalom, 82, alkotó újságírók 82 a zöld vagy ö, ö, szociáldemokrata szavazó. Tehát innentől kezdve vége a dalnak, és és, és egy, egyszerűen meg, például Franciaországban Macron mindig az, ott tartja egy picit ugye a Löpen pártot, mint a mumust, és akkor azzal tud nyerni, hogyha abban a pillanatban, hogyha nem én, vagyok az, nem én leszek az elnök, abban a pillanatban a te megtakarításod elveszik, őrültek veszik, meg a hatalmat, stb. 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 És az egyszerű átlag akinek a felmérések szerint átlagban egy barátja van, és nagyon soknak már gyereke sincsen, az egyetlen kézzelfogható dolga a megtakarítása az életben, saját lakása sincsen, és nyilván ebbe kapaszkodik. Tehát a, a, az örök, a, ami mivel nincs is meg megvál... Istenben sem hisz természetesen, Franciaországban nagyon kevés keresztény maradt, 7-8 százalék, aki gyakorló keresztény, a felmérések szerint max. 10, a, azok a, a felstámadás sem adatik ad, ad, meg neki, tehát a megváltás, tehát ő tényleg az örök állam, álomra készül, és az örök állam pedig azt jelenti, hogy, hogy a, a pillanatnak élek, tehát nincsenek tervei. Hát akkor ezt a témát is úgy fejezzük be, hogy nagyon-nagyon hogy el vagyunk keseredve, de gazdák! Ez egy húsba vágott. Hajrágozzák. Egyébként de? érdekes, tehát, hogy az nem kapott akkor a nyilvánosságot, ugye, amikor Orbán Viktor Kim volt Brüsszelbe, és egyedüli politikusként. Oda ment a gazdákhoz. Más kérdés, hogy hogy elmondta vicces, hogy nem tudott tőlük aludni, mert állandóan tudáltak és pont ott, ott volt a tüntetés a, a, a szállodai szobája előtt. Érdekes az, hogy én szerintem politikai haszonszerzésre azért ez alkalmas lenne. És nem látom nagyon nyugati politikusoknál az, hogy hogy elkezdenének kacsingatni a, a, a gazdatüntetéseket, tehát a gazdákkal. Nem, mert az a... amerikai érdekkel nem, nem mernek szembe menni azért, amit a Tamás... Mert a jobb közé, Jó, jobb csak közé feladta, feladta, a pozícióit azzal, hogy, hogy ugyanazokat a kulturális kódokat kezdte el ismételgetni, csak second handben, mint a zöldek, Ugye, akik először vörösek voltak, aztán 90-es években pinkik lettek, most meg zöldek. Tehát a kommunisták magyarul mondjuk ki nyugodtan. csak színeváltozás. színeváltozás volt. Így, így. Nem, nem tud. Hát nézzük meg a CDU-nak a, 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 a káváriáját, vagy a republikánusok republikánusokét Franciaországban, hogy kettőt mondjak, és a helyüket átvevők alternatíva Németországért, meg, meg, a, meg mit tudom mi. Tehát egyszerűen ezek a, ezek a középpártok elveszítették az identitási alapjukat, behódoltak ennek a, ennek a korszellemnek, mert létezik kell, hogy létezzen, mert tényleg létezik és és képtelenek szembe menni vele, és ez a baj Magyarországgal, egyébként majd szerintem erről beszélünk, Igen. hogy Magyarország nagyon világosan, nagyon egyértelműen szembe megy a korszellemmel, és és egyet nem értés jogát kéri magán. Hát sőt, kimondtuk, és hogyha kell egyébként egy aktor számukra, akkor valóban itt van a miniszterelnök úr, aki maga elmondta, hogy mi nem kiszállni szeretnénk az Európai Unióban, Elfogadj. megjavítani, elfoglalni. Így be. Így be. Jó, tehát akkor nincs mit csodálkozni, ha a Németország mezőgazdasági minisztere kijelenti, hogy annál károsabb dolog a Földön nem létezik, mint a mezőgazdaság itt tartunk török, török származású bioetikus illetőről <laughs> beszélünk tehát maga, remélem a nézők is hallgatók nézők is értik azért ezt a kafkai légkört, ami körbe lengi ezt a kérdést. A miniszter, asszony, hölgy, úr, nem tudom, mi volt összegény, <laughs> igen. Jó. Lépjünk tovább, mert van még nagyon sok izgalmas, és ha már uh, Tamás megemlítette, akkor térjünk már át arra, hogy amikor még az előző botrányt, a guruló dollárok ügyét, a a dollár média és a dollár baloldal piszkoskodásait a magyar választási rendszerrel, illetve a, a, magyar belpolitikával kapcsolatban sem tudták teljes mértékben fölgöngyölíteni a hatóságok. Ugye friss hír a héten, hogy Márki Zaj mozgalmánál már a NAV tartott házkutatást, mert hogy az ászvizsgálat kiderítette, hogy bizony-bizony kampányra mentek el azok már a pénzek, miért? ami ugye bár tilos. Azok a hírek járják, hogy az Action for Democracy, meg a Datadat már új módszert talált ki, pályázatot ír ki a guruló dollárokra, amit megpályáz a baloldali balliberális média, és úgy fog és majd e segíteni e a pártok kampányát. És Ez nem olyan recept. Egyébként nem olyan recept, mert ha belegondolunk Gu Gulyás marci barátunkra. Egyrészt Brüsszel, másrészt ugye Gulyás Mártonnak a Partizán kamionja, ami 2022-ben gördült. Magyarországon most ugye éppen azt keresi, hogy hova tudna kimenni a körúton kívülre, az egy teljesen vállaltan egy CIA lerakat vállalat, vagy kirakat vállalat finanszírozta, és ezt több büszkén el is mondta. Tehát, hogy most megérkezünk -e Persze, ehhez. Persze nem ebben a formában mondta. Nem el, így az mondta azért... csak hogy azért <laughs> ugye elmondta, hogy igen, ja, és valójában a végén lesz. ott van Soros György, azt mondta. Igen, Sor végén. És ugye igen, tehát hogy valójában most már nem is titkolják, sőt van egy megabébe X lánykori nevén Twitter csatorna, ahol ők ezt tulajdonképpen teljesen Büszkén és nyíltan lassan kezdik kiszellőztetni, és amikor ezt megkérdezi egy újságíró tőlük, akkor jaj, ki nem mond annak a nevét is, viccel Harry Potterrel, miközben igen. Tehát most már ezt egyértelműen látjuk, hogy honnan érkezik, miért érkezik. Ennyire útba vagyunk, hogy bármit pénzt megér? Hát ez amit a, a Tamás bocs, mi aztán átadom a szót, hogy igen, tehát a, a, a rebe, mi vagyunk a és a lázadók, miközben tényleg olyan, hogy itt maradtunk középen, és mi nézzünk körbe, hogy próbáljuk azt a ezer éves kultúrát, amit mi itt megteremtettünk közösen a különböző népekkel, nációk. Ugye még egy nagyobb probléma van, hogy mi ezer éve létezünk, mint ez az entitás. Ha jól megnézzük a drága francia barátaink, mondjuk abban a formában, amiben ők hisznek, azért az nem volt egy olyan erős, de főleg a akár hogyha a németeket megnézzük, amik fejedelemségek voltak, vagy akár az olaszokat, akik gyakorlatilag 1870-ben egyesültek, vagy 60-ban. Tehát, hogy azért miért sokkal régebb óta őrizzük ezt a lángot, és valahogy ezt el akarják fújni Brüsszelből. Emmanuel Todd francia filozófus, demográfus, szociológus azt mondta, hogyha meg akarod nézni, hogy hogy nézett ki egy egy, egy érett civilizáció a, a, bukó szakaszába, akkor menj el a peremvidékre, mert ott él legtovább. Belül rohad, mindig belülről rohad. És tulajdonképpen ugyanoda jutunk, amiről meddig beszéltünk, hogy Magyarország meg a peremvidék, de azért nem szorítanám ki ebből se országot, se Szlovákiát, se Lengyelországot, sem, még hogyha nem állnak mindenhol Ügyünk, nem zászlói nem mindenhol úgy lobognak, ahogy mi szeretnénk. Ezt nagyon híde, szépen mondta, hogy a hülyék híde. kerültek hatalomra. De híveink minden ott vannak, és testvéreink vannak millió számra, tehát nem kell e, elkeseredni, és ahogy Kassák mondta, csak akarnunk kell, és árnyékunkkal letakarjuk a világot. Úgyhogy, úgyhogy azt az gondolom, hogy igen, igen, mi egy régi Európát képviselünk, és ez a harc ez folyik egyelőre nem a mi vitorláinkat fújja a progresszió szele, hanem az ellenfeleinkét, de tényleg a progresszió, illetve egy 19. századi jó értelembe vette Európának, vagy végi kultúrába, viselkedésmódba, egymáshoz való viszonyunkban, a nemzethez való viszonyunkban, a tiszteletben, a hagyományok örökítésében, és egy, 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 egy lélekkel rendelkező Európa, és egy, egy, magából kifordított Európa, és hogy megengeditek, Eric Zemmour francia, francia elnökválasztáson indult közíró, sajnos csak 9 ot kapott, és ő azt mondta, hogy ő nem a világot akarja megmenteni, csak Franciaországot. Ő azt mondta Franciaországról, de ezt értem, Európába is, hogy azt mondja, hogy gyermeki elkápráztatott szememben Franciaország szó mindenféle tűztől tündökölt. Történelem, irodalom, politika, háború, szerelem összegyűjtve és átalakítva ugyanazon szent fény, életművészet és a halni tudás művészete által. Ugyan, ugyanazon nagyság tapasztalható még a kudarcokba is. Ugyanazon modor még a legocsmányabb magatartásban is. Hát ez, ez, ezt, ezt én Európára értem. Ez, ez a mi Európánk. És van van egy van a, van a bubók Európája, a semmi a nulla. Ami, ami azt kínálja, hogy amíg van van egyre növekvő népesség mellett, és csökkenő bevétel mellett még el tudja osztani a javakat addig békeben és utána pedig ez a rend anarhiába fog, itt most állítom fordulni. Ha nem állítjuk meg. Egyébként költség jutott az eszembe, aki ugyanígy gondolkodott, az ember picin lámpás nem tudja az egész világ mindenséget bevilágítani, de hogy mennyire fontos, az azt mutatja meg, aki húny, és eltűnik onnan, ahol a szolgálatát teljesítette. Tibor, te hogy látod ezt a... Európát. Hát euh, én azt gondolom, hogy a, a Szabi, amit mondott, hogy június az egy nagyon-nagyon sorsfordító pillanat, tehát hogyha egyrészt akár a, a gazdatüntetés, illetve elkezdődik az LP kampány, már pedig szerintem ettől percekre vagyunk, és abban mi valóban kis nem is belőre szólunk, hanem kifelé, és megpróbálunk összehozni egy új, e, jobb patkót e, az ep ben akkor, akkor van remény. De ha júniusban ott nem lesz egy nagyon enyhe, akár enyhe jobb oldali győzelem, már pedig erre azért sajnos a számok alapján viszonylag kicsi az esély van, amit ugye Tamás is elmondott, hogy azért Franciaországban erősen a, inkább a bal közép felé gondolkodnak az emberek, de felé. Akkor, akkor, igen. Itt maradunk Peremvidéken, és nekem a római kultúra jutott eszemben, hogy legtovább itt találhatóak meg azok a korábbi mitrás szentélyek teljes épségben, amit a barbárok Róma szívében lepusztítottak. Nem véletlenül innen tőlünk 5 kilométerre van az egyik legnagyobb épségben megmaradt amfiteátrum is, tehát hogy valahogy nekünk akkor lehet, hogy meg kéne fordítani, és 500 és 1000 évente szoktak pólusok változni, hogy akkor megváltoztatjuk, és hogy ez a nyugat, az meg a kelet. Változhat egyébként a pólus, mert hogyha megnézitek, ugye az Európai Uniónak a szemfényvesztés, az igazi szemfényvesztése azt szerintem az elmúlt ciklusra tudható, és én szerintem szorosan összefügg ez a demokrata establishment-tel. É, és hogyha a reményénk szerint majd egy republikánus vezetés lesz, egy Trump vezetés lesz Amerikában, akkor szerintem azért ez a, ez a fajta wok ideológia is egy kicsit fordulhat európai szinten is, de belőlem mindig az idealista <laughs> szól. Viszont visszacsatlakozva ugye az eredeti kérdésedhez, hogy hogy ennyire szákák vagy. vagyunk, és ennyire útban vagyunk. Én azt vettem észre, és aztán most vagy megerősítetek, vagy száfoltok benne, de minthogyha egyre jobban azok a kritikus hangok erősödnének föl itthon, hogy, hát, hogy a magyar ellenzék az... az teljesen életképtelen. És, Ezt a saját újságírói erősítik hát fel. Azért magja. mondom, hogy, azért mondom, hogy elindult egy ilyen fajta narratíva, ami nem tudom, hogy hova fog kifutni, mert azt hiszem, hogy attól még az o 1 az ugyanolyan erős maradt sajnos, tehát szerintem inkább a bizonytalan szavazóknak a száma fog emelkedni, és én azt gondolom, hogy hogy lehet, hogy a júniusi választásokon valószínűleg a részvételi arány lesz egy kicsivel kevesebb, mint szokott lenni. Ettől függetlenül nem gondolnám azt, hogy hát a felelősségteljes baloldali szavazók itt szerintem nyugodtan tudnak szavazni baloldali jelöltekre, hát idézőjelben nyugodtan ö, ö, szavazhatnak, mert nincs akkora tétje, mondjuk egy önkormányzati vezetés. Aki nyáron karácsonyon szavaz, az eleve idő. Igen, tudani. bár, 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 szerint, bár szerintem, szerintem é, é, érezhető az, hogy, hogy, hogy megnőtt a tél a tél, a tét a, a polgármesteri választásokon, az Európai Uniós ö, választásokon, meg aztán DePlan, de azért az mégsem ugyanaz, mint egy országgyűlési képviselő. Tehát ilyen szempontból szerintem ö, kicsit könnyebben ö, ö, választanak a baloldali konglomerátumból, ez egy nehéz szó, so, sem szokott kimondani, odás. de igen, most sikerült. Szóval, hogy szerintem egyre erősödött egy ilyes fajta narratíva a közbeszédben, mm. Hogy, mm. Hogy, hogy, hogy kezdik az ellenzéket devalválni. Bocs, szabad ne fede, de az viszont nekünk jó, hogyha csak itt a politikai jellemző kibújik belőlem, mert a mi táborunk szerintem egyben van, és azt gondolom, hogy arra kifejezetten mm. alkalmasak is vagyunk, hogy egyben ráncsuk a kellő időre. Ha ők kevesebben jönnek el, az csak a mi arányunkat fogja javítani, majd megijöhet az, hogy 44 os részvétel az milyen két ez harmad. Egyébként, ez egyébként izgatja őket nagyon, hogy mitől vagyunk mi egyben. És úgy vettem észre, hogy három dolgot találtak, az egyiket nagyon kikezdték erről, majd beszéljünk külön is. Ez a hát, kegyelmű, hagy... meg a pedofil. Ez látszik, hogy a morális tartásunkat támadták meg, de kegyetlenül. Ha, hagy... de van két, csak hogy ezt a Van két olyan dolog még, amit szintén észrevettek, hogy például a mi nemzet nemzettudatunk, az, az nekünk nem, nem üres duma. És próbálkoznak bele beszélni ebbe, és hát mondjuk számunkra, legalábbis számomra nevetséges az, hogy Gyurcsány előadja, hogy ő polgári. De, és polgári párt. De, 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 azért látszik, hogy próbálkoznak, mert ezt, ezt észrevették. A harmadik a keresztény hit, amiről már utaltál rá, hogy ez nem csak nálunk probléma, hanem hogy azt az is lehet. Hát ott is, is mászkál Gyurcsány egy bibliával a kezébe, amit random fölüt és idéz belőle. Ugyan, mert a, 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 jósági, a jóság ére. maga a, a hit, és a hit maga a jóság. Ezért a Bibliát lapozva is arról, abból bármit felolvasva, hogy nagyot nem lehet tévedni, de hát nyilvánvalóan ez, ez az embernek fogalma sincs a Bibliáról, fogalma sincs a hitről fogalma sincs a metafizikai dolgokról, az ember egy, egy politikai pozőr. De mit szóltok ahhoz, hogy most már a Róna Péter azt kürtölte világá, hogy mi nem jól szeretjük a hazánkat, nem jól értelmezzük a szeretetet. Szerinte nem az a szeretet, hogy egy kormány szolgálunk, mondjuk szerintünk se, de, de ő ezt az órunkra köt, vagy koppintotta, és elmagyarázta, hogy Európát kell támogatni az a hazaszeretet. Értem. Ezt lelki rónasságnak nevezném ezt, tehát elég lehet a kicsi lelke ennek az embernek. Eu, jöjjön el egyszer sörözni, borozni elünk, és én elmondom neki nagyon szépen, hogy mi az a haza szeretet. De tényleg, tehát nem azon kívül, hogy más szavakat tudnék használni. Az, az azt kell megérteni a nézőknek is, hogy az Európai Unió az nem egy állam. Annak nincsenek állampolgárai, annak nincs történelme, annak nincsenek hősei, nincsenek mitoszai, nincsenek hagyományai nem csinál pasztát, meg nem csinál székelykáposztát, meg nem csinál semmit, az egy ipari, kereskedelmi közösség. És ki az a, hülye, minket. ki az a hülye, aki az tőke és a, az áruk szabad mozgását azt írják föl egy zászlóra, és az, azért harcba megy és megöleti magát. Hát inkább halok meg a a, a golyójuk juggatta rongyos zászlóért, amit a, a a vörössipkások vittek még a 48-as szabadságharcba, ha kihozzuk a múzeumból, inkább halok meg azért, mint az áruk és szolgáltatások szabad áramlásáért <laughs> Európába. Hát ezt nem értik meg ezek Igen, az emberek. Igen, hogy, Igen, egy, Igen. hogy Egyesült Nemzetállamok létrehoztak a jólétük növelésére egy konglomerátumot, amit nem tudok kimondani, egy ipari-kereskedelmi szövetséget. Ebből, ebből akarnak egyesek birodalmat kovácsolni, nem létező történelemmel, identitással, néppel, hősökkel, semmivel, semmivel, ami egy, egy emberi közösséget egybe Nem rendelkezik az Unió Ez és nem is fog. Egyéb... akkor csak a lényeget. É, nem értik. Csak bocsáss lényeg. meg, csak csak rá Miért csodálkozunk rajta, amikor ezek az emberek nagyjából ugye a, szoci a nagy szocializmusba ö, szocializálódtak? hát ott sem a hazafiasság volt előtérben, hát az hanem az, hogy az internacionalizmusba higgyünk hát, sőt, egy a... eszmébe, nem pedig a hazánkba, amit a határaink... Nekem meg hát a tőkének Te... nincs hazája. Igen. A... És Aztán. Istenesem, ma e... <laughs> bocsánat, a blaszfémiaért egy kicsit tényleg arra rácsatlakozva, hogy Róna valószínűleg azoktól az értelmesektől tanulhatta ez az ideológiát, akik hasonlóan próbáltak ellopni történelmet például Magyarországtól, tehát ugye azért a trianoni időszakot követően, amikor meghallottuk azt, hogy kosút szlovák volt, vagy csehszlovák volt, és azért volt, aki erős mondja, hogy Hunyadi valójában semmi közünk nem volt hozzá. Itt körülbelül ugyanez zajlik, hogy megpróbálnak egy olyan kacsvaszt okozni, és itt ez vezethető arra, hogy jaj, a oktatás az egy borzasztó dolog, ne tanítsanak az európai iskolákban történelmet, mert megbántjuk azt a sok nemzetiségű dolgot, például egy francia iskolába. Nem, milyen is, rossz nem le... is tanítanak. Igen, milyen, borzasztó lehet az, hogy ilyenekről kell nekik tanulni. E hiszen akkor az ideológiák összekeverednének, szóval igen, gyakorlatilag egy gyökértelenítés zajlik, és megpróbálnak minket ilyen látszárú növényeké fejleszteni, vagy vissza minni, ami borzasztó. De ha, ha belegondoltok, a multikultúrás társadalom magával egy ellentmondás, hiszen sok kultúra keveredik egymással, és ezek a kultúrák szokásaikba, hőseikbe, mindenbe, amit Kultúrává válnak, kizárják egymást. Ezért nem lehet ö, francia iskolákba 1789 előtti történelmet oktatni, mert én is, én is hogyha ott lennék arab, és azt mondanák, én szaladint tart, tartanám a hősömnek, ők meg szent Lajost, Persze, és akkor abszolút. hogy? Őszintén verekednének a, a szent bolumokkal De hol a... a keresztet szedik le, hol a dzsizsia Gizsib. mm. nem az más. Hidzsába, de, de így, így hogy, lehet, hogy lehet társadalmat építeni? Hogy lehet így integrálni? Hát integrálni csak egy nagyon-nagyon erős kultúrába lehet. Integráltuk. Mi kiket integráltunk? A kabarokat integráltuk, a kunokat integráltuk, a besenyőket, jászokat. Miért? Mert magyarok akartak lenni egyrészt, mert azt mondtuk nekik, hogy ide jöhettek, élhettek velünk, ha felveszitek a szokásunkat, meg szokásainkat, betartjátok, és a hitünket, vagy különben kiírtunk benneteket. Na, ez az integráció. Most elnézést kérek. Tudom, hogy sokás szerint, de, de írói túlzás. túl, fogják csinálni. A... Mm. Mondom, Attila, is le, Attila is itt Tehát Attila is így letette a kardot velem, vagy ellenem, de aztán utána nézzük. meg jó, a csak egyébként Egyébként hát szóval itt, itt van a, a dolognak az alfája és omegája, tehát az a fajta politikai és történelmi vízió, hogy én nem percemberként abba gondolkozok, hogy most mi jó, vagy az elkövetkező egy-két évben mi jó, hanem hosszú távon mi jó, mi jó a nemzetnek. Akár a gyermekeimnek, ha gyermeke ezzel, műnök, igen, igen. Ha ezzel nem foglalkoznak, hol foglalkoznak ők a gyermekeikkel? Hát, hol, hát nem nem mondam, a nincs. Menedj, menedj, ez a Azért mondom, hogy, hogy, hogy nincs, nincs az a fajta politikai és történelmi távolbalátás, vízió, hogy, hogy hogyan képzeljük hogyan képzeljük el a nemzetet. Tehát ez, e, e, ezek a szavak és ezek a toposzok, ezek náluk nem léteznek. Nagyon elrahant az idő, ezért most egy mondata lesz mindenkinek. Válaszoljatok nekem arra a napok, hetek óta gyötrő kérdésemre, hogy hogy a csudába tudtuk magunkra önteni ezt a dézsatrutit, amit kegyelmű ügynek hívunk. Hát én azt gondolom, hogy mint minden ember kisebb és nagyobb döntéseket hoz, ugye a magyar állam is hoz kisebb és nagyobb döntéseket, és ahogy minden ember a döntéseinek a végösszege, és a magyar állam is a döntésének a végösszege, a kormányzó párt is a döntésének a végösszege, és hozott rossz döntést a kormányzó párt bizonyos aktorai, de ettől függetlenül a végösszeg számomra most is, mint mindig, pozitív. Tibor. Egyrészt szerintem már unos talán ismételték azt, hogy legalább nálunk nincsenek következmények nélkül a dolgok, tehát itt is egy kicsit arra rácsatlakozik, amit Tamás mondott. Hogyan tudtuk magunkra önteni? Szerintem a szója értelmében ez arról szól, hogy pont nem arról, amit a másik fél gondol, hogy itt egy központi irányítás zajlik, hanem igenis vannak önálló döntéshozók, akik hozhatnak rossz döntést, és ha ezt a rossz döntést meghozzák, akkor ennek viszont következményei lesznek, míg a másik oldalon a felülről, akár egészen elmentünk a legtetéig soros alapítványi által irányított embereknél, ott nincsenek se jó, se rossz döntések, ott parancsok vannak, amit vagy jól hajtasz végre, vagy nem. Lehet, hogy ha meghalsz a harcmezőn, akkor majd pótolunk téged egy másik szereplővel. Világos. Én inkább azt mondanám, hogy ugye úgy fogalmazta, hogy ez a másatrutyi, hogy ez a. Ez, igen, ez egy másatrutyi volt a, a kiinduló pontnál is, tehát sajnos, ahol ez kiderült, ez a kegyelmi döntés, de engem leginkább az zavar, az a fajta összemosás és az a fajta megbélyegzés, ami, ami ebből lett, és ahogy próbálják ezt a szikrát továbbfújni. Nem egy-nem két olyan jobboldali közszereplő ismerősen van velem együtt, akik megkapják, megkapjuk a pedofil jelzőt. úgyhogy senkinek semmi köze nincs hozzá, tehát felháborító, ahogy ez az egész elburjázzik. Kérem magamnak, mindenki a, nevében. A, 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 a leghatározottabban egyébként, tehát maga a tény nagyon zavaró, maga a tény nagyon sajnálatos, úgy gondolom, hogy és az utóélete még inkább. De az utó élete az, az egyszerűen olyan felháborodik, és értem azt, hogy politikai haszonszerzésre próbálják ezt használni, de ez szerintem ez, ez, ez nagyon nem jó. Jó, van. tehát azért azt szögezzük le, hogy Daniel Combendit elvtársai, akik akkor szájtáltva hallgatták azokat a csodás írásokat. És azok, akik soha nem szavaztak meg semmit azok közül az intézkedések közül, amelyek ezek, ilyen helyzeteket kizárnák a jövőben, azok mélyen hallgassanak. És ha még egyszer nyilvánosan, vagy bárhol pedofil simogatóznak, hát ők is vállalják a következményeit, mert ezt nem sokáig fogjuk ilyen békésen tűrni. Hát igen, egyébként ez az, ami a, ebbe a dologba. És ha már pedofil csak egy mondat, a szabad sajtójuk, független sajtójuk, jeles képviselői nem egyszer próbálták relativizálni azt, hogy és akár nagyon magas szintig elmenő politikai aktoraik is, hogy azért relativizáljuk már, tehát lehet azért, természetesen testiség nem, de szerelem lehet. Egyébként kriminalizáljuk, így mondták. Egyezzük meg, hogy a liberális szerint az egyenlő az Epstein-szigettől. <laughs> mert mert igen. komoly lépéseket tesznek arra, hogy először tudományos, második lépcsőből hogy jogi lépéseket fognak, és aztán bevezetik a köztudatba, hogy levigyék, vagy legalizálják a, a pedofiliát, és ebbe sajnos a baloldali, balliberális Epstein szigeten edződött elit, ez a nagy vágyálma már több száz éve, és ilyen közel áll hozzá. No, nagyon szépen köszönöm nektek, nagyon sok érdekes, izgalmas dologról beszélgettünk. Remélem így gondolják nézőink, hallgatóink is, akiknek köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten is lesz civil kör, de addig is hallgassák a Hírefem Rádiót a Viszonthallásra.